Hello, hello, srácok! Üdv mindenkinek, itt Nessai, nyilván, és elérkeztünk a PlayStation 5 következő generációs konzol bemutatkozó, élesben bevetendő élő adására, ahol is elkezdjük az új pókember játék, a Miles Morales pergetését. Hype az egekig! Végre megnézzük, hogy milyen lett a Sony konzolja. Élesben bevetjük. Nem hátulról. És hát a nagyon-nagyon-nagyon szeretett általatok és általam is szeretett 2018-as pókember játéknak a spin-off folytatásával tesszük próbára a mahinát, úgyhogy ennél jobb nem is lehetne. Üdv Martin, szevasz Kelendil, Anonymous Csírez, Zolagár Arden Plays, NC Hidraulikus Szakítógép, szevasztok srácok, köszönöm szépen, hogy ma is úgy döntöttetek, hogy velem tartotok, és köszönöm szépen előre is és végig a stream alatt a támogatásokat. Benny Master a 10 hónapot, Pixel Master a 13-at, Eci West a feliratkozást, és Anonymous Cheerer a csírt. Na, hát srácok, nem fogom húzni az időt, mert tudom, hogy mindenki borzasztóan várja, hogy bevessük a másik konzolt is. Itt a kontroller, ami már tényleg egy Next Gen kontroller, és tényleg totálisan más az előzőhöz képest, de egyébként meglepően könnyű, szóval azt hittem, hogy mivel sokkal nagyobb lesz ez, és sokkal nehezebb lesz, mint a PS4-es, egyébként annyival nem nehezebb, persze az, de hogy mégis elég könnyű, és most is azzal fogjuk kezdeni, hogy megnézzük, hogy milyen gyorsan kapcsol be a konzol, ezúttal sem energiatakarékos módban van, ez fontos tudni, hanem csak ilyen alvó módba. Úgyhogy, hát dőljetek hátra, jó szórakozást mindenkinek, következzen a PlayStation 5 és a pókember Miles Morales. Vagy ahogy E. Hunter mondja, ha mi lesz Morales? Na, nyomom a gombot. Mit jelent? Hát ez lassú. Az Xbox már bekapcsolt. Nézd meg, nem tört. Hát megöregettem, mire bekapcsolt. Ilyen lassan. Hát megöregettem, mire bekapcsolt. Szinte. Jó. Íme a menü, hát itt ezzel ne is törődjetek, meg az is lehet, hogy hamarosan egy másik játék is csatlakozik hozzá a stream után. Pókember, mi lesz a Morales? Mehet. Nézzük, milyen gyorsan indul a játék. Igen. Hát azért ez is elég lassú volt, viccelek. Természetesen magyar felirattal játsszuk ezt a játékot is, ahogy az előzőt. És megnézhetjük az előző játék összefoglalóját. Megnézzük? Szerintem nézzük meg. Up until about a year ago, my life was pretty normal. I lived in the greatest place ever. Brooklyn. Represent. Had two cool parents and loved all things science and superheroes. Everything changed though when my dad was killed in the City Hall bombing. Igen, erre emlékszem. I couldn't believe he was gone. But Peter Parker and his Aunt May, they were there for me. And so was Spider-Man, who I later found out was Pete. Crazy, right? Then when the Devil's Breath crisis started, things got intense. Seemed like all of Spidey's villains were on the loose. I managed to do my part to help him out. And after all that, believe it or not, a spider bit me. And I started to... changed. De micsoda tarantula haladta meg. I didn't want to worry my mom, so I went to Pete. And now, we're officially Spider Bros. Spider Bros. He's been training me up, and I'm actually getting pretty good with this whole web-swinging thing. I'm still learning to juggle this responsibility with everything else in my life. School, friends, a new home. I moved to Harlem a few weeks back. Harlembe költözött a srác. I can't wait to see what the future holds. Igen, és Peternek új arca van, srácok. Így igaz. Na, hát egyébként annyi minden nem történt, amire ne emlékeznénk, ami fontos az első játékból. Ugye elvesztette az apukáját, aki rendőr volt, Miles, aztán összebarátkozott Peterrel, és póktesók lettek. Na, kezdés. New game. Nehézségi szint. Közkedvelt, barátságos, csodálatos, lenyűgöző. Hát menjünk a csodálatoson, az a balanszt beállítás. Az jó lesz nekünk. Azt mondja, hogy invertált hallgatási mód, az fejhallgató. A grafikai mód az a részletes lesz.
Van natív 4K 30 FPS ray tracing-el, az a részletes, és van teljesítmény fókuszú, ami 60 FPS, én most a részletességre megyek rá, úgyhogy a 60 FPS rajongói nem fognak szeretni. Feliratok. Van felirat? Igen, azt nagy méretre rakjuk. Legyen háttere, a beszélő neve legyen piros, ha már pókember. Kisegítő opciók. Apunak van aim assist? Az nagyon fontos, srácok. Nessali barátnak aim assist. Kameramozgás, ikonok, de. Hát kell legyen. Csak így magyarul lassabban találom meg. Rezgés intenzitás. Üldözéssegi. Fejlesztett autócélzás, ott van. Na, azt nekem abban a pillanatban, srácok. Jó. És akkor mehetünk is. Csapjunk bele a lecsóba. Na gyere. Érzem a metrót a kontrollerbe. Ez nagyon fura. Olyan, mint a Switch kontroller, úgy rezeg, hogyha van Switchetek. Hát, mint a Switchnek a Joy-Con-ja, ahhoz hasonló. Na. Anyukája, messengerem már jelentkezik is. Na, be kell vásárolnia. Milesnak. Elmegyünk shoppingolni a muternak. Még a hangot gyorsan beállítom. Tudom, hogy azért gyűlölni fogtok. Játékmenet, igen. Ezeket megnéztük. Kameraérzékenység. Beállításokon inkább legyünk túl itt az elején. Hang. Legyen így. Beszédet kicsit följebb húzzuk. Voilà, szuper csodálatos. Fejhallgató, vezérlő hangszóró, ne szóljon a kontrollerből, mert azt ti úgyse halljátok. A podcasteket most nem kérjük. Úgy, vizuális. A motion blurt egyelőre bent hagyom, de a film grain-t azt leveszem nullára. Majd ha motion blur is idegesítő, akkor levesszük azt is. Jó, mehet. Köszi a türelmet, srácok. Icom. Ez az én számom. Gyerekek. Igen, az anyukája politikus a srácnak, kampányol. Azt tudtuk a trélerekből. Apukája meg hát ugye már fentről vigyáz rá. Spanyolul is beszél. Hát... Reméljük nem copyrightos ez a zene annyira, de tuti az amúgy, de mindegy. Ó, ott greffelik a pókembert. I got you. Hey, thanks. No problem. Hey, you think you're gonna add that new Spider-Man too? The kid? Yeah, maybe. Original's just my guy, you know? Yeah, I know. Még őt nem ismerik annyira, mint a nagy pókembert. Is Tails Bodega around here? Yeah, bright yellow sign down the block. Can't miss. Ah, thanks. Ott van a helyi Tesco. Kiváló. Work, by the way. Maybe leave a little room for the new guy. Just in case. Szeretne magának is helyet a srác. Majd most itt mi is híresek leszünk, mint az eredeti Pókember. The convoy. Ó, Peter írt. Nagyon nyomják a Messengert. Vagy a WhatsAppot, vagy mit használnak a fiatalok. Nincs idő bevásárolni. Pók feladat van. Az ő ruhája még nem fűtéses? Vagy miért kell a kabát? It's on! Ez az! Jézusom! Hú, de hiányzott ez. It feels good seeing the guys who escaped last year. Nem néz ki rosszul a játék. Real good. The raft's an eyesore, but secure. As long as the nagyon lazába hintázik a srác. Let's hope. Okay, closing in on you. Okay. Be there soon. Elkapjuk a konvojt. Mom, no, I'll be late. Miles, get that. Did you get the shopping list? Hopp, hey, mom. Hopp. Yeah,
but the bodega was out of coconut milk. Gonna check a store downtown. Elfogyott a kókuszmej. But avoid Midtown. That prison convoy is making traffic a nightmare. Oh yeah, good call. See you at dinner, mom. Aha, a rabokat szállítanak. Man, how does Pete do this secret identity thing? Completely stresses me out. Ja, csak nem akarta otthagyni a kedvenc kabátját, azért van felöltözve. Értem. Várjatok, nézzük már meg a ray tracinget. Hogy tükröződnek az épületek oldalán a dolgok. Menő! Na még kellenek fények, még itt sötét van, nem süt be a nap sehova. Aha, itt azért már jobban látszanak a tükröződések. Minden úgy fog csillogni, srácok, hogy beszartok. Okay, be cool. Be cool. Na. Helping Spider-Man protect the giant prison convoy? Igen. You can handle this. Breathe in, breathe out. Be cool. Amúgy ez volt a srácnak a hangja az előző játékba is. Olyan fura a hangja, nem? Olyan nyávogós egy kicsit. Na, segítünk Peternek egy fegyenc konvojt megvédeni. Mi az épület tetején kell vele találkozni? Yes! Hello, Pete! Pete! You here? Just down in some rocket fuel. Ott van. How are you drinking? Very, very carefully. Okay, go time. Helix 2 en route with heavy payload. Copy, Helix 2, we've got you on scope. Hát de majdnem ugyanolyan a ruhájuk, így hogy lehet őket megkülönböztetni? Honnan tudják, hogy melyik a kis pókember, meg melyik a nagy pókember? This is a big operation. It's gotta be. Hundreds of felons escaped from the raft last year. Now it's time to move them back in. Police aren't taking any chances, especially not with our guest of honor. Getting a lot of interference. De látjátok, Peternek nem fázik a segge. Think so. Could be Vulture, could be Scorpion, could be someone bigger. Okay, we got a problem. Ajaj. Hold back, Miles. Let me take... I got this, Pete. Don't worry. Oh, no! It's secure. You're drifting, Helix 2. Miles! We have a weight imbalance. Correct your turn. Come on, boy. Rudder's unresponsive. Egy átlagos pókember bunkana. Helix 2 is down. No casualties. Payload compromised. Ilyen jó lehet egy olyan városban élni, ahol így az, hogy lezuhan valami, fölrobban valami, összetörik valami, az így hétfő reggel. Team dispatched. Sit tight, Helix 2. Pete, I'm sorry, man. I didn't mean to. It's okay. We got this. Semmi gond, nice. Minden rendben van. Before that happens. Ottarino. Hello, tiny spider. Ú, de jó a hangja. Ez jó, ez a voice actor a Rhino-nak. Ó, nekem maradnak a B kategóriás rossz fiúk. Na. Ókháló csapás. Na gyertek, keszegek! Abba a pillanatba dodge. Ú, de jó a komba. Ú, de hiányzott ez. Ekkorát köpött. El kell kapni a rinocéroszt. Na nézd meg. Fegyverrel jönnek. Nem szép dolog ilyenekkel lődözni, te! Lefelével hílelünk.
mi volt az? Te vigyázzál ott a... az orszarvú rinocérosz, az szétszentsége minket. Nyugi, Pete, kapják, intézem. Várja, a postaládát föl lehet venni. Szoktam, csak nem látszott. Szoktam. De nem tudok figyelni a poénokra, mert a harcra figyelek. Majd elmesélitek a vicceket. Azt hallom, hogy Peternek gondja van. Ez az. Hát erre lépnek! Your holiday spirit's a little overzealous this year, Alexei. Ajaj. Pedig az menő selfie lett volna. Ha kicsik a játékon, kicsik srácok, mert jó lesz így. Hang on, Pete, I'm coming. Jövök, Pete! Holy crap! That's not good. Lemérték a rinocérosz sebességét? Elkapom. Ne aggódjatok, elkapom. Jugi, profi hálóhintás vagyok. Hogy pánikol a Miles? We're going to stop him as long as we work together. Te. Speaking of, mind giving me a hand up here? Yeah, I got you. Okay, Pete. Yeah, I got this. Incoming. Whoa, wait, that's the ball. Ouch. Hang on tight, tiny spider! Rinocéroszt vezetek! Hát erre nincs jogsim! Ti is így futtok haza a melóból, meg az iskolából, ugye? Jézusom! Rugi! Őte! Őte! Baba! Össze azt hittem, egy banyatank az. Lalalala! The last six Christmases I was locked behind 30 feet of steel. Orosz akcentus adja. To enjoy this one. He's a menace. Too soft. He's a Jameson. Low energy menace. Too easy. Maybe he's a weak-minded. Oh! Hey Jonah, looking good. Very fast. Menace. A feckless, treacherous, unhinged menace. Üldözzük. Hello, mama. Nem találjuk a kókusztejet. Lemaradtam. Elnézést, ez tök kellemetlen. Jó, hát kezdő pókember vagyok. Hát így át akartam így szökelni a házon át, de... Nyugalom. Mi holondetta? Hey, mom. Yeah. Coconut milk. Still trying to find it. Big My name is Zepo Kamala. Are you running? Yeah, sorry. Trying to catch a train. Aha, metrót próbálok elérni. Grab the milk and hurry home, please. Si, ma. Te quiero mucho. Te quiero mucho, ma. Meg despacito, meg minden. On my way. Átugrottam a robbanáson, innen látszik, hogy igazi szuperhős vagyok. Yeah, what do we do?
Let us raise temperature. Let us raise temperature. Oh, bad, bad, very bad. Ah! Pete, are you okay? No. Hát ez nem lesz jó bemutatkozás. No, no, no! I'm okay. I've got him. Headed your way. Be ready. Okay. Yeah. Might, need a minute. Ajaj. Mit repülgetsz? Pókveszély. Hello, Mr. Ruszki bűnöző. Hagyjon engem békén. Azt a kurva. Hogy néz ki ez a játék? Maybe don't bring RPGs to the prison convoy next time. Maybe don't bring RPGs anywhere. Ne használj RPG-t. Ne használj RPG-t, mert olyan leszel, mint én. I'm trying to help you. Kapják. Nyugi, tedd le a fegyvert, nem szép játék. Azaz nullos. Várjál, följutok, elkapom őket. Nyugi. Pók Péter vagyok. Illetve nem. Pók, mi lesz? Kéne valami viccesebb nevet adni neki. Befejező támadás 15-ös kombónál. Ott a kivégzés. Mármint, hogy ő pókember, csak nagyon bibisek lesznek. Azaz, ez az. Átcsúszok a lábad között, meghúzom a herét, és minden rendben van. Húgy, húgy, húgy! Bombó. Kérsz egy hordót? Tessék. Várjál, jövök, 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 nyugalom, elkapom őket. Csak kicsit még lassú vagyok. Be. Visszahúztam magam, nyugalom, minden rendben van. Én széthálózom őket, itt sés, sprickolom őket, a kis fehér. Nyugi. Hol az életem? Ja, ott bal fölül, 42, az baj. Ne fegyverezzél. Bántják a barátomat, Pétert. Hang on, man! Hang on! Jövök, Péter, nyugi! Édesem, de intenzív. Mármint, hogy édes Istenem, de édesem, az is jó. Mondjuk elkaphattad volna a helyet, milyen ugrasz. Mili Morales. Ajaj, ott jön a Ruszki. Egy v egy szituáció következik. Boss fight potenciál 95%-on. This Spider-Man is broken. I would like to exchange for new. Elromlott a pókember. This one will do. Mérges. Miles, get out of here. Dehogy is, Péter. Jó megverem. Tesó. Jack, the hell? Aktiválta a gyerek a cheat kódot. Az igen. Elektronyos Spók. Hát persze. Na, hát akkor basszunk oda. Azt a kurva. Igen, méreg erő. De miért méreg? Hát elektromos. Ütöm! Ütöm! Ez olyan, mint egy film ez a játék. Ne aggódjál! Maradjál csöndben, Ruszkikám! Jézusom! Nyugi, elintézem, Nyugi! Ouch, az fájt egy kicsit! Konkrét a herémben. G.
Jesus. Húgalom, docsolom. Őte! Őte! Basz meg! Azt a kúr. Elégző! Nyugi, nyugi. You destroyed half the city! Don't you care? Nullas vagyok. Erésző, azaz. Azaz. Nyomom, baba! You know, man, chasing into the city kind of felt like the wild, what's the word? Wild goose chase! Haltam, kész, vége. Roll credits, köszi. Vicceltem, még megy. You destroyed half the city! Don't you care? Ugrottam! Ne, takarodsz le rólam! Nagy terpeszt hagy, bebőrözzük! Azaz. De mindig megsem. Hú, az utolsó pillanatban volt Dodgy Dodge. Mit csinálsz? Ne rombolt. Az Isten verjen meg. Eréző. Azaz. Halljál már meg. Azaz. Mi ez a játék, bassz meg? Azt a kurva. Hát ez kezdés volt, gyerekek. Híleltem közbe, srácok. Jó, híleltem közbe. Csak nem nagyon volt idő. Guys? Ringer. Wow, just... wow! Simon Krieger, head of R&D at Roxxon Energy. Uh-huh. Pleasure to meet you. Hello. You too. Sorry. I think our ball landed in your yard. No. Actually did us a favor. We just bought the place. We're planning to tear it down for a build. But looks like you beat us to it. I wanted to thank you. Both of you. Ezért csávói ez a telephely. Solo? De hát nem. Micsoda? Nem szólóba győztük le, közösen győztük le. We'll hold him for the police. You know, I always think these super troopers are overkill until... De ennek a csávónak miért van egy hadserege, azt így lehet tudni. Something like this happens. Oh, duty calls. Hey, really great to meet you both. Future's looking bright. Hello. Hát győztünk. He's right. Let's clear out. Let the police do their job. Yeah, okay. Elszakadt a pufi kabátja. Milesnak. Szegény fiú. Bioelectricity. Wow. Gotta be honest, little jealous. Hey, look. I got nothing on the OG. Think we should run tests tomorrow? Most szokjatok hozzá, igen, megváltoztatták Peternek az arcát az első játékból. Voltage analysis? Oh, man. Yeah, sorry. I've been meaning to tell you, I'm not gonna be around for the next few weeks. Micsoda, elmegy? Is this some kind of pee joke I don't get? No. MJ's headed overseas for the Bugle and requested me as her photographer. Kind of a working vacation for us. Oh, man.
Elutazik Peter. I don't know if I'm ready to fly solo. I screwed up today big time with the helicopter. But then you delivered big time. You saved my bacon, Miles. I got lucky. Hey, I did this gig for 8 years without backup, and you better believe I screwed up lots of times. But that is how you learn. Aw, igazi bromance. What's this? Christmas present. Új ruha. But first, you gotta take the oath. Oh. Okay. I promise to do everything in my power to protect this city. Metal. I promise. És most törögni kezdenek. That oath a real thing. És most egy kis Black Sabbath. Definitely didn't just make it up. See you in a few weeks, Spider-Man. Hát hello, Peter. Magunkra maradunk. Only Spider-Man. I'm New York's only Spider-Man. Hát hajrá. Na nézzük, hogy kaptunk-e fűtéses ruhát ajándékba. I'm New York's only Spider-Man. Please don't screw this up. Hú, muzsika jön. Pókember, jó! Nagyon menő a muzsika. Hát reméljük nem lesz lenémítva. Úgyhogy egy kicsit így DJ pult azok. Na, hol lehet kikapcsolni az összes Kanye West számot a játékba, srácok? Sehol? Nem akarom lenyomni a zenét teljesen. Kicsit leveszem a hangot, mert egy kicsit odarakott ez minket. Nem lehet kikapcsolni? És hol az ajándék, amit kaptunk amúgy, ja? Na, képességfa. Szintet léptél, kaptál egy képességpontot. Igen? 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 És akkor itt harci képesség, méreg képesség és egy kérdőjeles fa. Az még valami későbbi mutáció. Hát ezek a méreg képességek, ezek tetszenek, ilyen elektronyos akarok lenni, azt kérem. Azaz. L1 plusz négyzet plusz X, méreg zúzás. Ez egy ilyen fölugrásból lecsapás, nézzétek. Menő. Fasza. Itt van a küldetés, karaktermenü, igen, támadáslista, és van egy térképünk is. Elvileg a map az ugyanaz, mint az első játékban. Meglepő mi, New York. Jó. Yo, Genki! Dude! Rhino? What? Genki. Yeah. Minden pókembernek kell egy kocka barát. You at? You get into the apartment okay? Yeah, your mom let me in. Unpacked slash dumped my stuff all over your floor. And now I'm in the park, grabbing some air. Ah, átjött a haverunk. Nagyon jó. Megyek konzolozni. Nem ezt akartam megnyomni. Nem. Elveszek a PlayStation menübe. Azt akartam megnézni, hogy hol tudok skint állítani. Közösségi feed. Ja, hogy itt lehet twitterezni is a pókemberrel. Mérföldkövek. Karakterek. Nincsen skin. Hát ez tiszta szégyen. Lehet trükközni zuhanás közben most is. De mi ez a sok copyrightos harlemi rapper zene? Sose lesz vége? Lehet, hogy YouTube-ban ebből egy tátogás videó lesz, nem tudom. Lehet, hogy ott hagyta az ajándékot Miles. Úgy volt vele, hogy nem kell tőle a régi pókembertől semmi. A Central Park közepén lakunk. Ja nem, ott az ajándék. Hey, look, check it. Christmas present from Spider-Man. Open it. Most, hogyha leveszem vajon a zenét, akkor a cinematicban is zene. Dude, put it on. Ja, nem áll, ez így a cinematicban sincs zene. Majd ha nagyon rappelnek, halkítgatom. I'll cover you. Ez úgy nagyon antiklimaktikus zene nélkül. Oh,
What? Never seen a guy change clothes in Central Park? Okay. How's it looking? Micsoda új ruha. Ez elég szar. De ez elektronyos. Miles Morales, congratulations and welcome to your very first supersuit. Na, íme az elektronyos ruha. Srácok, itt annyira intenzív volt a játék eleje, hogy lemaradtam a szabokról. Beri köszi a 23 hónapot, Hannibal a 12-t, Bence a feliratkozás, gyökérkezelt a csírt, Adrus szintén a csírt, az 500-as ráadású, Alucard a 40 hónapot, Flexhun a donation-t, és Dani a subgiftet Leonnak. Köszönöm szépen. Na ez az első ruhánk, srácok. Nekem annyira nem tetszik, de... Head uptown for part 2 of this amazing gift. Itt még vannak ruhák. De nem lehet megnézni. Oh, asszek. Na jó, ne aggódjatok, majd átöltözünk szexibe. Hát ez olyan, ez ilyen Tesco-s deszkás pókember ruha. Mondjuk az Adidas súranó elég menő a lábán, de nem tudom, a fura. This is only half of the present. What's the other half? I'll let you know when I find it. Ez még csak az ajándék fele. Welcome to Just the Facts with me, your truth-slinging host with the most, J. Jonah Jameson. Na. What? Does Pete said his suits the autoplay Jameson show? Guy's a masochist. Sad news, listen. De hát kikapcsoltam J. Jonah Jamesonnak a podcastjeit. Hát tiszta szégyen. My Christmas charity spectacular. Akkor végig beszéd van, aztán nem tudunk beszélgetni. Masked vigilante mayhem. Gotta be something better on. Ez az. Been hearing good things about this one. Ez kicsoda. Hello, I'm Danica Hart, and this is the Danicast. Danikas. I spotlight the people making a egy lány, akit Daninak hívnak podcasttel. Tök jó. Akkor ennek örömére szaltózgatunk. Vagy bukfencezünk a levegőbe, vagy minek hívják ezt. Na, eddig hogy tetszik, srácok? Grafika? Twitch mennyire bassza szét? Úgy. Közben megjöttünk. Megvett a játék, de die. Hát, elég menő. Meg kell mondjam, elég menő. Lovas, köszi. Köszi, köszi. Miles fogyott. Nem, csak lekerült róla a pufi kabát. A DualSense érzése hiányzik. Hát azt nem tudom. Azt nem tudom átadni nektek. Bár hogyha veszünk mindenkinek, aki néző, valami elektromos készüléket, amit így távolról tudok rezegtetni, és akkor így mindenki bekapcsolja a rezgését otthon, és a rezgő készüléké... This is the place. Megjöttünk. Looks like Pete set up a lot of gear. Miles, get ready for your first holographic training challenge. Jézusom. These challenges are spread throughout the city. Each one focuses on a new move or technique. This one focuses on acrobatic improvisation. Get into position to start. Holo training? Holo oktatás. So down. First up, air combat. Fighting the enemy on your terms is a great way to gain the advantage. Most ilyen Tony Stark lett a pókemberből is? Now follow up with a mid-air attack. Aha. And now a personal favorite, the swing kick. Swing kick. Ahogy kell lengő rúgni, mutasd. Ugrás. This holotech is next gen. With the right parts, but... Ki mondta azt a szót, Miles, hogy next gen? You make it portable. Recalibrate. És azt mondta, hogy make it portable. Azok pont belepózoltam a poénba, mert azt hittem, hogy ennyi. Jó, lefegyverzés. Bless Peter Parker. Now let's combine these two moves.
Parker Industries-t megalapította a Pók. Úgy néz ki, hogy nagyon megy neki a tech. Most megtanítja a játék az alapkombókat. Várjatok, szétszedem a... Hóembert nem lehet szétszedni? De... Na, várjatok, a megfelelő kombót kéne csináljam. Ezek a kivégzések hogy néznek ki? Nagyon brutál. Na, méregzúzás, ezt tanultuk meg, ugye? Jó kis területi baszás. Mármint, hogy... Hopp! Jó, nyugi, belejövök, nem vagyok béna. Jézusom! Add ide a fegyveredet! Köszi! Á, rohadt jól néz ki a harc. Nézd meg, hogy futott a fegyveréért, szégyeld magad. Laggol, laggol az 5G. Rossz fiú! Jaj, jaj! Zúzás! Azt a kurva! Azt nyakhőrentés volt a javából. Jó bírja az ütés, a fiatalember. Mik ezek a finishing move-ok, srácok? Azt a megveszekedett mocskos mindenség. Hát közben itt a tréning robotok is jönnek ellenem, haló? Az így van. Glitch van a rendszerbe. Hát ott még fegyver van valamelyiknél. Ezt most jó mellé jutottam. Honnan lőzte, tepertős fos? Jézusom! Hogy lekapta a levegőből? Eréző? Nagyon brutál. Milyen a kontroller az Xboxhoz képest? Összehasonlíthatatlan. Ergonomiailag az Xbox kényelmesebb egyébként, az Xbox kontroller. Tehát a rezgőmotorja sokkal jobb ennek a PlayStationnek. Mondom, aki játszott esetleg a One-Two Switch játékokkal, a Switchen hasonló, csak egy fokkal jobb a technológia. Márhogy a rezgés. Na. Meg kell javítani a szervert. Colonel Panic. Let's try a BIOS reset. Nice. That did it. Újra rakta a Windows. Looks like P made stealth, swinging and combat challenges. Gotta check these out when I get a chance. Bármikor ide tudunk... Aha. Nem, nem ide tudunk jönni, hanem tele van a világ ilyen harci kihívásokkal. Azt jelenti narancssárgával. Jó, hát akik így 100%-olni akarják a játékot, lesznek ilyen mellékfeladatok ebbe is, ahogy nézem. Fasza. Combat challenge-ek, harci kihívások. Na. Hey dude, I think you should check out Roxxon Plaza on your way home. I just walked by and I'm pretty sure someone's breaking in. Yeah, I'll look into it. Hey, so I want to hear more about your new spider powers.
I think it's some kind of bioelectric discharge or supercharged static electricity. Ooh, we gotta name it. How about Venom Power? You know, because it stings. Okay, that's not bad. I'm gonna run. Plaza first, then home. Remember, Venom Power. Trust me, it's gold. Szagold meg a segge! Bocsánat, elnézést. Megyünk tovább. Egy betörést jelentett a kis geek barátunk Genki. Úgyhogy megyünk a plázára. Megnézzük, hogy ki tört be és hova. Ja, na, hát fejbevert egy metró megállott. Közkedvelt és barátságos szintlépés. És még mindig nem vettük meg a kókusztejet a muternak. Ez a legszomorúbb egyébként az egészben. L1X. Nézzétek, ez egy ilyen elektronos felütés. Azt már veszem is. Nagyon jó. Ezt az elektronos képességet fejlesztem, hogyha már ez az újdonság ennél a pókicánál. Akkor már nehogy már ne. Azt nézem, hogy a víz nincs erejét részelve. Valószínűleg az túl sokba került volna, idézőjelbe, már hogy hardware ügyileg.